nyerünk kötényt fel, és izzítjuk a lángot. Fakanál a jobb kezünkben sok száz recept, a fejünkben is olyat főzünk, hogy a szádat tátott. Lehet szakács, lehetsz vendég, taníts vagy ízlej, ez a srác a humor embere, így most is néha viccel. Kés meg villa a két kézben, benne ezek a tévében, benne ezek a tévében. Új szerepkörben ismerhetik meg nézőink Nagykovácsi polgármesterét, Kiszelné Mohos Katalint, ezúttal háziasszonyként vagy szakácsként fog tündökölni a mai nap folyamán. Mi lesz a mai menü? Fűszeres sárgarépa krémleves és karfiolos csirkemell. Az alapanyagokat ön vásárolta ehhez a menühöz? Természetesen én vásároltam, igen. Minden nap főz? Nem, ezt be kell vallanom, hogy nem. Az életemnek voltak különböző időszakai, ugye, amikor rendszeresen naponta főztem, amikor a gyerekek kicsik voltak. Hát ugye a házasságunk első 10 évében ez rendszeres volt, a mindennapi főzés. Aztán, ahogy a gyerekek ugye elkezdtek menzán enni iskolába, itt-ott, így akkor egyre ritkábbá vált, de azért főztem. Most pedig, mióta polgármesteri posztban vagyok, azóta pedig csak hétvégén kerül sor a főzésre, bevallom őszintén. De hát most viszont már a kisebbik lányom az, aki sokszor átveszi a stafétapotot, és főz, és főleg, hogyha szegény akar főtételt hétköznap is enni, akkor ezt meg kell tennie, de szívesen teszi, szeret a konyhába tevékenykedni. Polgármester asszony, kitől tanult meg főzni? Szintén elleste édesanyától, nagymamától, vagy szakácskönyvből, vagy vegyesen, hogy alakult ez? Édesanyám háztartásbeli volt többnyire, úgyhogy otthon volt, és az volt az elve, hogy nekem az a dolgom, hogy tanuljak, úgyhogy a háztartásban túl sok részt nem kellett vállalnom, és abszolút nem tudtam főzni, mikor férjhez mentem, az égvilágon semmit. Tehát azt le kellett írni, hogy a paprikás krumplit hogy kell csinálni. És hát akkor kezdtem el napi szinten főzni, először szakácskönyvből, Horváth Ilona féle szakácskönyv, biztos mindenkinek mond valamit, az volt az első szakácskönyvem, egyébként még ma is megvan. Viszont elég nehezen tudtam ezeket a szigorú szabályokat követni, amik a szakácskönyvekben leírásra kerültek, úgyhogy én gyakran módosítottam, plusz fűszereket raktam bele, és akkor így lassan kialakult a saját receptáram. Szokták, és a lányaim úgy hívják a különféle ételeket, hogy anyamódra. Tehát, hogy hiába van egy ismert étel, az biztos nem olyan lesz, mint amit esetleg más ismeri, mert ez anyamódra van. Tehát ez a legnagyobb elismerés, azt hiszem, egy főző embernek. Igen, igen, én is úgy érzem. Csak az is baj még, hogy nem biztos, hogy mindig kétszer el tudom teljesen egyformán készíteni. Úgyhogy már többször elterveztem, és már van is néhány része, ami elkészült. Tehát az a tervem, hogy a lányaimnak szeretnék egy saját szakácskönyvet készíteni. Csak hát az idő szűke az azért még ennek gátat szab, viszont fényképek már rendszeresen készülnek az ételekről, hogy tudjam, hogy mit szeretnék beletenni, és aztán majd a recept utána elkészül mellé. Most film is készül ehhez, úgyhogy ez is egy jó adalék lesz ez a tanuláshoz. Hogyan jellemezni a saját főztjeit? A visszajelzésekből akár. Igyekszem egészségesen főzni, tehát minél kevesebb zsiradékkal. Elsősorban ez az, amit úgy gondolok, hogy egészséges. Illetve hát a lányaim eléggé behatárolták, mert igazából csak baromfi húst esznek meg. Így azért okoz nehézségeket, hogy a férjem viszont szeret egyébként komolyabb egyéb húsos ételeket is enni, de hát meg tudjuk ezt a hétvégeken variálni, de igazából ő is megkedvelte már a baromfi húst is. Aránylag fűszeresen főzöm, azt kell, hogy mondjam, de inkább próbálom az ilyen egészségesebb fűszereket, tehát ami itt a kis fűszercserepeimben terem, azokat használom, úgyhogy a mai ebédhez is ezt fogom alkalmazni. Mindenben jó? Tehát sütésben, főzésben? Főzésben vagyok a jobb, sütésben kicsit gyengébb, valószínűleg azért, mert a sütésnél azért nem szabad olyan módon variálni a dolgokat, tehát ott sokkal szigorúbban be kellene tartani az előírásokat, és így nincs mindig sikerélményem, meg valójában kevesebbszer is kezdek hozzá a sütéshez. A főzésben úgy gondolom, hogy jó vagyok. A leveseknél úgy alakult,
hogy nagyon nagy divat lett a családunkban a különféle zöldségkrémleves. Ennek az az oka, hogy a gyerekeim kisebb korukban nem igazán ették meg a különféle zöldségeket, és aztán amikor bevetettem ezt a trükköt, hogy zöldségleves reszelt sajttal, krémleves reszelt sajttal, igazából azt se tudták, hogy mit esznek, és valójában nagyon megszerették, megkedvelték, tehát sokszor már a lányom is teljesen magától ilyen különféle zöldségkrémleveseket főz, abból, ami éppen van itthon. Süteményekben a lányom nagyon jó, a kisebbik lányom Sára, ő remek háziasszony, és a süteményeket tőle szoktam kérni, ő most már komoly tortákkal is próbálkozik, például húsvétkor csodás citromtortát készített, úgyhogy igazából ő ebbe jó. Én inkább az ilyen poharas krémeket, meg az ilyen könnyebb desszerteket szeretem. Tiramisut például, meg nálunk szokás, hogy karácsony és húsvét táján a nagyobb család is összejön, és mivel hogy a mi házunk alkalmas erre, mi le tudunk ülni, és én be is vállalom azt, hogy elkészítek mindent, amihez szükséges, így a legtöbbször nálunk szokott lenni a családi ünnep, és én ezeket nagyon szeretem. Fűszeres sárgarépa krémlevest, ez egyszer egy interneten olvastam, de azóta már variálódott a dolog, azóta most már saját recept szerint készítem. Ugye hát kezdenünk kell a sárgarépa pucolásával, meg az egyéb ízesítők pucolásával kell kezdenünk, szerintem kezdjünk is hozzá. Hittek én is ezzel lehet? Természetesen, az a legjobb. A sárgarépa az egy nagyon édes zöldség. Feltételezem, hogy ez egy édes leves lesz? Nem lesz édes leves, pont ezért kellenek bele a fűszerek, hogy ne legyen belőle édes leves, hanem igazán valódi sós leves készül belőle. Egyébként, hogy a polgármester asszony a többi krémlevessel, mert hogy bármilyen zöldségből. Nem hallottam, de nagyon sok krémlevest én magam is csinálok. Bármilyen zöldségből képes vagyok krémlevest készíteni, és már igazából nagyon sok variációját el is készítettük, és nagyjából mindegyiket szeretjük is. Tehát igazából eltűnik a levesben, hogy miből is készült, és a lányaim is szinte bármilyen zöldségből képesek megenni a levest, úgyhogy így most már könnyű dolgunk van. És akkor ezekhez lesz valami ilyen egyéb sajt, ilyen kis pirított. Igen, úgy szoktuk, hogy vagy pirított kenyérkocka, van az is kicsit fűszerezve, vagy reszelt sajttal, vagy a boltban kaphatók, ilyen nem is tudom, ilyen gyöngy, vagy minek hívják, valami. Igen. Azzal is szoktuk enni, úgyhogy ezekkel próbáljuk variálni. Itt körbevesz minket az erdő, és ez a gyönyörű környezet, egyre többen komposztálnak. Na, meg vagyunk a pucolással. Mi lesz a következő? Következő, itt már a hagymát is megpucoltam. Ebből és lesz benne hagyma is? Igen, az feltétlenül hagyma, kell. Fokhagyma, ez kell ahhoz, hogy pontosan, hogy ne legyen édes íze. És akkor egy pici olívaolajat hozok. Van a férjemnek egy kollégiája, aki tunéziai, és tőle szoktunk kapni ilyen igazi házi olívaolajat. Úgyhogy azt szeretem nagyon használni. Egy picit megvárom, hogy fölmelegedjem. Ez a felaprított hagyma. És akkor belekerül rögtön a fokhagyma. És belekerül a fokhagyma. Kicsit kisebbre veszem, mert a fokhagyma azért meg tud égni. És sárgarépát még nem aprítottuk föl hozzá. Teljesen mindegy, hogy milyen méretre, milyen fajtára vagdossuk föl, úgyis az a lényeg, hogy a végén puha legyen. Azért is szeretem a krémleveseket készíteni, mert bármilyen nagyságra lehet vágni a zöldségeket, és így nem gond, hogyha kisebbre, nagyobbra sikerül, teljesen mindegy a formája, mert utána úgyis összetúrmixoljuk. És akkor most felvágtunk mindent, ugye megmossuk, és akkor egyben ez így dinsztelődik, mert végül is ez nem fő, vagy párolódik? Párolódik most, és gyorsítandó, feltettem a vízforralóban egy kis vizet, hogy minél előbb elkészülhessen, és ez már fel is forrt, rá is öntöm, és utána kezdem fűszerezni majd. És akkor most itt már csak puhul. Igen. Most elkezdett főni itt a sárgarépa, hagyma, minden egyéb. Igen. A fűszerezés, az most jön, vagy következnek, majd? Igen. Milyen fűszereket? Hát először is egy kis leveskockát teszek bele, mert ez nem a legegészségesebb fűszer, ugyanakkor szerintem rendkívül jó ízt ad neki. Viszont vannak saját fűszereim. Fog belekerülni kakukkfű. Ami és az most kerül bele, vagy már amikor aprítás alatt van? Most fog majd.
de most fog belekerülni. Csak a petrezselymet szoktam ugye a végén rászórni, hogy annak megmaradjon az a friss íze. Egyébként a többi fűszert bele szoktam, hogy annak meg jól belefőjön az a mata, igen. Ez mennyi idő alatt? Hát ez egy 20 perc maximum, de már egy párolódott is, úgyhogy még negyed óra, 20 perc tényleg. És akkor kakukkfő? Kakukkfő, most reszelem bele a gyömbért. Ó, az finom. Attól lesz sűrgős. Igen. Igen, és nem port használok általában, hanem igazi gyömbért. És a reformkonyha egyik kedvenc fűszere, mert hogy állítólag nagyon fogyaszt. Igen? Igen. Hát akkor lehet, hogy még nagyobb mennyiségbe kellene használni. Igen, ezt tudom, hogy influenzára és igen, fogyasztásra azt én is ajánlják tudtam, mindig a gyömbért. Megfázáskor is ajánlatos. Mennyire vesz részt a főzésben egy nagy, mindig egy hétvégén, amikor itthon van az egész család, a család többi tagja? Lányok, férjed? Hát a kisebbik lányom rendszeresen, ő sokszor magától is főz. A nagyobbik lányom annyira nincs otthon a konyhában, illetve inkább azt mondhatnám, hogy nem annyira szereti, de mostanában azért egyre inkább érdekli. Mióta együtt él a barátjával, egyre inkább érdekli a dolog. A férjem pedig úgy általában a kávéfőzésig jut. De hát nincs is rá szükség, hogyha itt van három lány a családba, akkor megoldjuk mi ezt. És fűszerkertből behoztál fűszereket. Milyen fűszerek? Hát kicsit túlzás a fűszerkert, de a virágládáimból valóban behoztam kakukkfüvet, rozmaringot, egy pici lestyánt, és petrezselymet rakok még. Az az igazság, hogy szokott lenni ilyen vékony kis kötöm, de most nem találom. Ezt ki szoktam halászni, mert például a kakukkfűnek van az a vastag szára, a rozmaringnak is vastagabb szára, és akkor ezt ki szoktam halászni, illetve még babérlevelet is teszek bele. Az sajnos, az nincsen a... Bár próbálkoztam már, volt olyan, hogy megpróbáltam ültetni, de nem maradt meg. A babérlevélnek az olyan igen, nehezebben marad meg. Én is azt láttam, Görögországban láttuk azt, hogy mint a gyom úgy terjedt, hogy így gyökérről hajtott tovább, és abból hoztunk egyet, hogy na majd én ezt itthon szépen nevelgetem. Akkor ez így hajlott? Nem, valószínűleg igen, valószínűleg. Nem maradt életben. Én azt gondolom, hogy inkább kicsit sósabban főzök, mint az átlag, de a férjem még szokott hozzá sót tenni. Hát akkor az igény van rá. Igen, igény még nagyobb is lenne, de szerencsére a lányaim annyira nem szeretik a túlsózott ételeket, és akkor így inkább kevésbé sósan szoktam, és akkor aki igényli, az utána sózza. Hát mennyire jellemző, hogy figyeltek arra, hogy egészségesen táplálkozzatok? Megpróbálunk, de azért mértékkel. Tehát azt gondolom, hogy a túlzottan arra odafigyelés, hogy jaj, az nem egészséges, ne együnk egy csöppet, én azt gondolom, mindenből lehet enni mértékkel. Igyekszem nem zsíros dolgokat főzni, sok joghurtot használok, nem használok zsírokat, sok zöldséget eszünk. Tehát igyekszem odafigyelni, de azt gondolom, hogy egy normál határokon belül. Miközben itt fő a leves, akkor a másodiknak is ugye nekiállunk. Mi is lesz a második fogás? A második a karfiolos csirkemell, amihez befűszerezem gyorsan a csirkemellet. Azt már egyébként felszeleteltem. Ez most csak sima, egyszerű tengeri só. Már az illata is és finom. És ez a karfiolos csirkemell, ez mondjuk itt fog a tűzhely tetején elkészülni, vagy sütőben? Részben a tűzhely tetején, szintén azért, hogy egy picit gyorsítsuk a dolgot, tehát félig elkészül tűzhelyem, és utána össze kell sütni. És akkor a karfiol, az is előfőzzük? Azt is, igen. Vagy pároljuk? Azt főzni szoktam, igen. Ilyen, mi ennek a neve? Ilyen dubari? Ilyesmi lesz az étel? Hát lehetne az is, lehetne az is, de azt hiszem, hogy az besamellel készül, és én most nem azzal szándékozom. De egyébként szoktam variálni. Tehát lehet így is, úgy is. Mennyire jellemző az, hogy egy főzés közben betartod a szakácskönyvben írtakat? Nem jellemző. Nem jellemző, hogy betartom. Szeretek variálni,
Előfordul, hogy csak azért, mert van itthon még valami, beleteszem, vagy nincs itthon, kihagyom, tehát a lehetőségekhez alkalmazkodom. Egy beszélünk hétvégéről, mert ugye akkor van együtt a család. Mi a menet? Kitalálom, mit főzök? Mert szerintem azért az háziasszonynak mindig a legnagyobb feladata, mit főzzek. Ugye, ott kezdődik a probléma, hogy először kitalálod, hogy mit főzzél, és azt szerint vásárolsz be, vagy mi van itthon? Hát sokszor még, amikor elindulok vásárolni, még nem tudom, hogy mit főzzek, és hogyha meglátom azt, hogy mi is a választék, akkor sokszor akkor találom ki, illetve ez ugye gondolom mindenki számára megszokott kérdés otthon a családban, hogy mit főzzek, igen, mit szeretnétek? Igen, igen. És akkor vagy semmit nem mondanak, vagy ez nekem mindegy, vagy olyat mondanak, ami két napja volt. Tehát általában jobb az, hogyha magam találom ki. Felnőtt gyerekeid vannak, igen. Mindannyian a közétkeztetésen is esznek. Van olyan, hogy esetleg kívülről jövő ötleteket valósítottok meg itthon? Persze előfordul, hogy valahol valaki valami nagyon finomat evett, vagy találkozott finom étellel, és akkor hozza haza az ötletet. Hát nem feltétlenül közétkeztetésből jönnek ezek az ötletek, de azért előfordul. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy teljesen elfogadható, és ahhoz képest, hogy közétkeztetés, ahhoz képest jó a nagykvácsi gyerekeknek az ellátása. A gyerekek és a szociálisan rászorulók, akik közétkeztetés útján kapják az étkezést, tehát iskolások. Igen, igen, én is arra gondoltam, hogy én magam is részt vettem, mert úgy voltam vele, hogy nem mondhatok véleményt addig, se igen, se nemet, hogy jó vagy nem jó, amíg én magam nem kóstoltam ezt az ételt, és két héten át én magam is azt tettem, és úgy gondolom, ismerek azért nem kevés közétkeztetést, hiszen én magam is már mind óvodában, iskolában, saját főzőkonyhánk volt az óvodában korábban, ahol én magam is dolgoztam, tehát hogy azért ismerek konyhákat, hogy hogyan működhetnek. Hát házi soha nem lesz, tehát ezt kell elfogadnunk, hogy soha nem fogjuk tudni azt elérni, amit egy otthon a saját konyhában bocsánat, lehet. Itt ez milyen fűszer, amire ez színes bors. Színes bors, és most ezt így megsütjük csak. Igen, elősütjük. Tudok valamit segíteni? Hát a Sári lányomat szeretném megkérni, hogy a karfiol mosásában segítsen meg a felaprításában, hogy haladjunk. Említetted az időt, hogy ez nagyon fontos a főzésnek. Mennyire fontos az, és szerintem a háziasszonynak ez a másik, hogy hány időnk használunk, mekkora felhajtásig állunk a konyhába. Azért az elsődleges fő szempont nálam tényleg az idő. Szerencsére van mosogatógépem, aminek nagy hasznát veszem, és nagyon hálás vagyok, aki ezt felfedezte, ezt a dolgot, és kitalálta, mert azóta azért sokkal könnyebb. Hát azt el kell tudni fogadni, hogy rumlival jár a főzés, tehát nem fogjuk tudni megőrizni a szép tiszta konyhánkat, ha egyszer hozzákezdünk főzni. A vasárnapnak igen, a másik része azzal megy el, hogy rendet teszünk miután. Említetted, hogy a zöldségeket a leveseken keresztül lopod be a táplálkozásba. Mennyire jellemző az, hogy húsosak, levesesek, zöldségesek vagytok, mert mondjuk vagy tészta. Mennyire van jelen? Ez olyan változó volt, ahogy a lányaim ízlése változott. Úgy alkalmazkodtunk mi is. A férjem nagyon szereti a húsételeket és a leveseket. A lányaimnak volt egy olyan korszaka, amikor abszolút nem ettek zöldséget, akkor születtek a zöldséglevesek, vagyis a krémlevesek. Most már viszont megeszik a zöldségeket is, és így nagyon gyakori, hogy egy tál ételeket csinálok. Hús, zöldség, egybe valamilyen tejföllel, joghurttal, rafelcsajttal, és akkor csak sül a sütőbe. Ez is az idő kimélet. Annyira hétköznap nem főzöl, ezért gondolom, hogy hétvégén azért az ember úgy jobban oda teszi magát, nem feltétlenül a főzelék kerül elő. Igen, igen, ez így van. Így igaz. Lőrölt borsot teszek, nem ezt a durva. Ó, nem kevés. De a leves se kevés. Mondom, azért raktam bele egybe a paradicsomot, hogy így akkor könnyen le tudom húzni a héját. Mert hogy miért kell lehúzni a héját?
Mert szerintem azt nem tudja olyan könnyen elvinni, vagy elvágni a turmix. Igen, igen. Azt hiszem, egy villánt én megforgatom. A paradicsomot? Nem, ezt ja. Forgassam, mert ez már nagyon rokkogi. Szerintem már rakhatjuk is a fába. Ja. Nem is kell kizsírozni alá, mert mert úgyis az olajba. Ez is olívaolajos? Ez is olívaolaj, igen. Lényegében mindenhez azt használom. Általában, akkor. Igen. És akkor ez az olívaolaj egy kicsit más, mint amit én a boltban megvettem? Én azt gondolom, hogy más, igen. Ez valami házi készítésű, úgy tudom. De az ízén igazából nem érződik, hogy és más. Ez egy állandó forrás? Állandó mozzá? Igen, ő szokott rendszeresen hazajárni, és akkor szokott nekünk hozni. Mm. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy olyan kényelmes helyzeted van, hogy az anyósoktól különböző élelmiszereket be tud szerezni, hogy esetleg egy saját háztáji van, vagy milyen módon? Így van. Ő vidéken él, Jászkara Jenőn, onnan származik a férjem. Szegléd mellett van, és ő neki van csirkéje, tyúkjai, hát mostanában már sertést nem nevel, de baromfit azt igen. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokszor tényleg csirkehúst kapunk onnan, a tojást mindig onnan hát kapjuk, tehát azt nem is szoktam venni máshol, tehát az csak őtőle, és annyira érezhető és látványos is a különbség, hogy tényleg már megérezzük, hogyha bolti tojást kell valami miatt venni. Hát most ez a csirke, azért bevallom, hogy ez nem abból készült, ugyanis nincsen csak csirkemell. Tehát az azért jóval kevesebb van. Igen. Igen. Csak a mellőkkel szaladgálnak. Hogy akkor ezek szerint érzitek is a ízekülönbséget. Mi a különbség a háztáji csirke vagy baromfi között, illetve a bolti között? Érezhető, de nem elmesélhető. Tehát azért ez nehéz elmondani. Volt már olyan, hogy ilyen én nagy áruhá... Én érzem, és ezt érzem egy kicsit nedvesemnek. Ezt nem tudom, én inkább ízébe, hogy volt már olyan, hogy ilyen nagy áruházban vásárolt csirkének, én halízt éreztem. És mondom, hogy ez nem létezik, és mondták, hogy dehogy nem, hát valami haltáppal eteti. És hogy... Tehát, hogy az előfordul, hogy valamilyen mellékízt érzek azon, ami nem így a zöldben nevelkedett. Ugyanis ő meg még különösen figyel is arra, hogy tényleg kiengedi őket szabadba, és csipegetik a zöldet, és azon élnek, amikor csak lehet. Ezek szerint akkor ez egy nagyon nagy előny, de a gyerekek még kisebbek voltak, akkor találkozhattak is, gondolom, nyaraltak a nagyinál is. Természetesen. Ebben, hát de hozzá... A hagyományát is ismerik. Igen, azért hozzá kell tennem, hogy ezzel kapcsolatosan van jó és rossz élményük is, ugyanis én arra datálom azt, hogy nem esznek sertéshúst, hogy olyan... Hát szerintem, igen, nem is tudom, talán Sári lehetett olyan 3-4 éves, és akkor Zsófi 6-tal több, és... Igen, ott volt rendszeresen disznóvágás, és hát gondoltuk, hogy békésen alszanak a gyerekek. Na, de hát ugye a sivalkodásra kinéztek az ablakon, és hát azért megdöbbentette őket ez a látvány, hogy milyen az egy disznóvágás. És hát egyértelműen a Zsófi lányom, a nagyobb, ő azóta egy falatcserpés húst nem eszik meg, illetve mostanában előfordul már, hogy azért kóstolja, de... Ilyen felnőtt gyereknek nem okoz gondot, de az urbanizált gyerek, amikor elmegy egy, sokként éri. Igen, igen, itt ez konkrétan az volt, és én magam is meglepődtem, hogy ő rájuk ez így hatott. Te, aki azért a mindennapjaidat elég nagy felelősséggel töltöd el, a munkád azért nem a házi asszony munka, ha csak nem beszélhetünk arról, hogy egy egész településnek lennél a házi asszonya. Hogy a főzés, hogyha nincs valaki itt, aki szóval tartson, ezt így magamból is kiindulva, akkor az egy monogám dolog, hogy az embernek ugye gondolatai egyedül,
tesz-vesz, hogy ezt így te is így éled meg, hogy akkor ugye az ember a gondolatait, ami tegnap előtt történt, vagy majd jövő héten lesz aktuális, akkor így előjön? Igen, és lehet, hogy talán ezért is szeretem, mert én szeretek főzni, és valószínűleg éppen ez is benne lehet, hogy akkor elfoglalt az ember, dolga van, nem zavarják, és közben szabadon lehet vagy gondolkodni, vagy kikapcsolni. Mert azt gondolom, hogy igen, az is előfordul, hogy inkább kikapcsol. Mondjuk most be kell vallanom, hogy most hogy beszélgetünk is, meg több mindenre figyelek, de elfelejtettem időbe felrakni a kartyolnak a vizet, tehát most arra kicsit várnunk kell, hogy az megfőjön. De általában, ha nincsen ilyesmi, ami elterelje a figyelmemet, akkor azért ez megy magától, és időbe történnek a dolgok. A főzés után jön az étkezés. Egy család életében szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ugye mindennapokban mennyire volt, talán most már nagyobbak a gyerekek, nem annyira, de mennyire volt arra lehetőségetek, hogy legalább egy nap egyszer leüljetek együtt közösen enni? Hát ez is különböző szakaszai voltak az életünknek. Most hétköznap abszolút nem jellemző, hogy közösen ennénk, viszont vasárnap mindig. Tehát például a vasárnapi villás reggeli, az, ha itthon vannak a lányok is, és itthon aludtak, akkor a vasárnapi villás reggeli és a vasárnapi ebéd általában az közösen zajlik. Ilyen elcsúsztatott, mivel pont ezért, hogy villás reggeli 10-11 óra felé reggelizünk, akkor egy kicsit komolyabban, és akkor utána sokszor csak 3-4 órakor ebédelünk. Úgyhogy ha éppen egy ilyen programmentes békés vasárnapunk van, akkor így szokott zajlani. És az étkezéssel kapcsolatos szokások, ami ugye ki családokra jellemző, van olyan? Olyasmik vannak, amiket például a férjem hozott a családjából, hogy ez a vasárnapi villás reggeli főtt tojás, tejfölös túró, tehát hogy ilyesmit azelőtt én sem, csak mióta vele vagyok, azóta vált szokásunk, egy például tejfölös túrót reggelizünk. Ez szokatlan. Ugye? De nálunk ez például... Nem, sós. Tejföl, túró és só, ennyi van összekeverve. Hát néha van, hogy megcsinálom körözöttnek, de maga ez a tejfölös túró, ez egy szokásos reggeli étel nálunk vasárnap. Lassan már ezt is kivehetjük? Jól látom. Ész is van. Kiveszem én. De én így egyszer is ütlek, az nem baj? Jó. Nyilván a muffinokkal kezdtem, mint a legegyszerűbb sütemények, de azóta már mindenfélét, főleg gyümölcsökkel szeretek süteményeket sütni, illetve ma egy dupla csokoládés tallért fogok készíteni. Van barátnőktől, interneten, vannak családi receptek is, illetve amit édesanyámtól ellestem régebbről, és amit így, nem tudom, szerintem ezt édesanyámtól örököltem ezt, hogy én is szeretek kicsit eltérni a megadott recepttől. Mi a titka a jó süteménynek? Ez nehéz kérdés. Én ilyenkor azt mondanám, hogy abba a receptbe is rakok egy nagyon kevés tejet, ami igazából nem írja, mert attól úgy vettem észre, hogy ilyen lágyabb lesz az egész tésztája a süteménynek, úgyhogy talán ezt mondanám. Dupla csokis tallér lesz ma? Így van, ez lesz. Mitől dupla? A tésztájában lesz kakaópor, és plusz belevágunk apró csokoládé darabokat, ezzel dupla csokoládés. Megfőtt a parfiol? Igen, nagyjából megfőtt, simán sós vízben, és akkor most megpróbálom közé rakni. Nem főztem. Csak előfőztük, vagy nagyon megfőtt? Én remélem, hogy csak előfőztem, az volt a szándék, de néha a parfiolnál nem tudni, mert annyira gyorsan meg tud puhulni. Ez most aránylag puhának tűnik, de annál gyorsabban összesül a sütőben, úgyhogy... Ebben lesz sajt is? Tetején lesz sajt. Ó, ebbe bíztam. Igen, az. És nekem tejből, is az egyik kedvenc. Igen, tejből tojás. Bár mondjuk gondolkodom, mert van, amikor tojást is szoktam, van, amikor nem. Lehet kívánni. Szeretnétek, hogy legyen benne tojás? Már hogy így összekeverni a tejből tojás. Igen, hát igen. Az egy kicsit akkor sűrűbbre. Igen, ez sűríti. Sűríti, ugye? Ha inkább maradjon az a hígabb változat? Hát kérdezzük meg a fiúkat. Én azt veszem észre, hogy lehet kapni a boltokban
gyönyörű, szuper, virítóan sárga tojást, és amikor megsütöm a süteményt, fehér lesz. Arra mondják, ugye, hogy ez a mű sárga tojás. Én tegnap döbbentem le, voltam egy nagyobb áruházba, és rúdba lehetett kapni tojást. Mi az, hogy rúdba? Olyan volt, mint egy, én is elcsodálkoztam, olyan volt, mint egy rúdba ilyen ömlesztett sajt. De várjunk, úgy volt csomagolva a tojás darabok? Nem, egybe volt egy ilyen, egyben, és gondolom, én nem vettem meg, mert nagyon nem volt bizalomgerjesztő. Ez most azért engem váratlan. De el tudom képzelni, hogy amikor szeleteli az ember, akkor olyan lesz. Ez gyártott mert, hogy tojás volt? Ez valami gyártott tojás szerintem. Valami műtojás. Hideg tejföl. Nem besemeles. Ez egyszerűbb, és így most csak egy ilyen hideg tejfölös tojásos. Ami a nagymama tojása. Ami a nagymama tojása, meg lehet nézni a szép természetes színét. Itt a tejföl mellett még jobban kitűnik a tojás sárgája, hogy milyen, micsoda színe van. Jellemző az a te konyhádra, főzési stílusodra, ugye láttam, hogy a vizet ott forralod, teljesen logikus, mennyire vagy gépesedve? Látható, hogy eléggé. Tehát de nem értem ezzel, hogy habverő, hogy a esetleg egy tésztát is, minden hát, nyúrod-e a tésztát, vagy az nem állok neki kézzel habot verni, ez tény, hanem csak géppel. De például nincsen dagasztógépem, vagy keresztőgépem, pedig volt egy idő, amikor nagyon szerettem kenyereket sütni, de az most megint az időhiány miatt elmarad, de akkor is dagasztógép, keresztőgép nélkül. De azért nagyon sok kis gép van, ami vagy segíti, vagy pedig különlegessé teszi. Mert például van egy olyan tejhab keverőm, amit anyukámtól kaptam, igen. És olyan tejhabot nem tud semmi más csinálni, csak az a gép. És a kávémat úgy szeretem ilyen tejhabbal inni. A végén pedig rászórom. Igazából itt is majdnem mindegy a mennyiség, mert mennél több, annál finomabb a sajt, az biztos. Gyakorlatilag itt csak össze fogunk sütni a sütőbe. Így van. Most már minden puha, igen. Már csak az a lényeg, hogy ráolvadjon a sajt. Szerintem egy 20 perc kell neki. Elő is melegítettem már. A jéna is a hideg, mert melegen raktuk bele a karfiolt és meg a húst is, úgyhogy nem fog elrepedni. Még meg lehet bolondítani főstölt sajttal, hogyha valaki elkészíti. Az egy más ízt ad neki. Mennyire más az átlagos főzéshez képest a mai, amikor egy potnyeles stábit a hátad mögött próbál asszisztálni a főzésedhez. Annyiból más, hogy sokszor elterelitek a figyelmemet, és félek tőle, hogy mit hagytam ki. Kihagytam-e valami fűszert, vagy ugye későn főztem meg a karfiolt, de én azt gondolom, hogy a végeredmény azért sikeres lesz. Most, hogy megpuhult a turmixolát? Igen, ezzel a merülő turmixsal szoktam. Ezzel össze lehet teljesen pépesre? Teljesen pépesre, igen, össze lehet. Hát puhára kell főzni. Olyan sűrű lett, hogy nem is kell bele sűrítőanyag, hanem majd egy kis tejszínnel fogom fellazítani. És akkor tejszín ugye minden krémlevesnek. Így van. Az alapja. Vagy szoktad esetleg másról is helyettesíteni? Igen. Tejszín? Előfordul, hogy joghurttal, vagy tejföllel csinálom a krémlevest. De. És hogy mitől függ? Attól, hogy milyen zöldségekből készül, vagy mihez van kedvetek? Inkább attól, hogy mihez van kedvünk, és mi van itthon, az sem mellékes. Van úgy, hogy nem feltétlenül voltam felkészülve, hogy mit főzök, és akkor ami itthon van, abból. Ezek szerint akkor úgy szoktál helyettesíteni? Igen, igen, bátran meg kell próbálni, meg hát adja is az élet, hogy merjen próbálkozni az ember. Mit lehet tudni Nagy Kovácsiról, hogy van-e valami gasztronómiai kultúrája, van-e valami hagyománya? Lehet erről tudni valamit?
Hát keveset tudok róla. A német nemzetiség próbálkozott, például rendeztek disznóvágást, és akkor állítólag az itteni hagyományok szerinti ízesítésekkel, illetve a helyi étlapokon is előfordul, hogy még ilyen sváb jellegű ételek kerülnek az étlapra, de én nem igazán ismerem ezeknek az ételeknek a receptjeit. Olyan igazán híres szerintem nincsen. Mert ugye a sváb lakosság azért elég jelentős volt, és akkor még gondolom vannak itt valaki idősebb generáció, aki még azért csak őrzi, nem? Igen, vannak idősebbek, és hát a német nemzetiség önkormányzat pedig próbálja is ápolni ezeket a hagyományokat, úgyhogy remélhetőleg ezek megmaradnak, és aztán felszínre kerülnek az esetleges különlegességek is, amiről még nem tudunk. Édesanyád említette, hogy te vagy a desszert felelős a családban, te vagy a fősütő, mi? És most akkor neki is állunk valami finomsággal. Én már nagyon jól érzem magam, mert látom, keserű csoki az lesz benne. Így van, édesanyám kedvéért most különösen 76%-os egy csokoládé, ezt külön szereti, meg narancsos is. Akkor úgyhogy... ő is nagy keserű csoki. Így van, igen. Jó. És akkor ennek hogy állunk neki? Látom már mérleg, ki van készítve. Igen, ki van készítve, majdnem minden. Szorosan tartjuk a receptet? Annyira nem, ugyanis az nem ír édesített kakaóport, és azt is szoktam bele egy keveset rakni, mert annak olyan külön jó íze van, azt szeretem. Kezdjük először is a liszttel, azt kimérjük, és akkor ahhoz hozzákeverjük a fahíjat, a szódabikarbonát, a száraz alapanyagokat. Na, hát akkor... Hány éves korodban sütötted az első süteményt? 11-12 lehettem talán. Lehet, hogy kevesebb. Azt de az tudom, már teljesen hogy... önállóan? Igen, az már igen. Azt meg, arra meg emlékszem, hogy kiskoromban mindig édesanyám sütőt főzött a konyhába, és akkor én meg a gyurmákkal mentem oda én is nyújtani, meg mindenfélét. De az a fajta gyerek akkor... voltál, aki megette a tészta szélét, kihagyta. Hogyne, persze. Igen. És hagyták? Nekem sose hagyták. Hagyták, persze. Most már édesanyám kéri tőlem a tésztás tálat, úgyhogy igen. Én mindig a nyers tésztával voltam bajban, mert a nagymamám mindig azt mondta, hogy hú, attól beteg leszem. Ja. Ezt nekem készítetted ide? Ja, egyelőre csak oda rak, persze, nyugodtan. Felaprítam? Azt lehet, hogy megköszönöm, igen. De ezt így kicsi kockára megyek? Igen, hát ahogy esik, úgy tökéletes. De nagyon finom, ez egy narancsos csokoládé, tehát akkor aha, lesz igen. A narancsos tikje. Igen. Ez most mi volt? Fahéjat is raktál vele? Fahéjat, szódabikarbonát raktam bele, igen. Szódabikarbóna lesz akkor, ami így van. Jósítja. Így van. Tortákat is szokásod? Hát ezt csak most kezdtem újabban, igen. Hát ahhoz több idő kell, ugye, úgyhogy és ilyen hagyományosabb magyar sütemények, ilyen krémesek, zserbe. Egyszer próbálkoztam krémessel, igen. Nem sikerült rosszul végül is, csak nem tudom, lehet, hogy azért, mert időigényes, nem is tudom. Jobban szeretem az ilyen. Tehát, hogy amikor, ugye nyilván többféle sütemény az, amit az ember általában úgy eszik, meg lát, mennyire szereted ezt, azt jobban, kevésbé? Nincs ilyen. Amihez kedv van, akkor az is. Például magam részéről azt mondom, hogy sok mindenben hagyományőrző vagyok, de a süteményekben nem. Mert ezek a újabb reform sütemények szerintem sokkal finomabbak, mint a régi. Aha, igen. Ezek a vajkrémes, azt nem tudom, az nekem nem. Az akkor azt se itthon, nem, inkább a gyümölcsök, inkább legyen több, mint nagyobb most és kevesebb. Most ilyen gombócokat fogunk gyurmázni, igen, ugye, ahogy igen, te mondtad. Igen, a végén. Igen. És akkor azt határozza meg a méretét. Így van. Hát egy 20 darab lesz belőle körülbelül. Említette édesanyját, hogy a nagymama küldi a tojást, hogy... Így van. Ez a sütemény is nagymama tojásában. Ki főzi? Azt a másik nagymamám. Főleg. Tőle van a lekvár, igen. Tehát akkor én, amit most kavargatom az olvasztott vajat, igen, mondom, addig... hogy egy picit kihűljön azért. Igen, igen. Addig én beledobom a liszt. Egy csokoládé. Ezt majd később elkeverjük. És akkor ezt a tálat el is kérem, megy bele a cukor, a tojás. Majd
A porcukrot összekeverem a vajjal, direkt kicsit kevesebb cukrot rakok be, mint amennyit a recept ír, mert még kerül bele majd cukrozott kakaópor is. Azért. Tehát összes alapanyag itt már benne van? Ebben van még a tojás és a vaj. Meg a cukor, igen, a cukor. Meg egy vaníliás cukor is. Ezt most a lisztet összekeverem a csokoládéval, és akkor ehhez adjuk hozzá a cukrozatlan kakaóport és egy kevés cukrozott kakaóport is. És a cukrozott kakaóport miért adott hozzá? Szerintem külön jó íze van. Nem is tudom, én jó ízt ad neki. Egyszer kipróbáltam, és bejött. Ja, és ezt ilyen alaposan így velem. Uh-huh. Ez miért kell szitán keresztül? Hát egyrészt így írja a recept, ez a biztos, ez bevált, úgyhogy... Így jobban össze lehet keverni. Meg tényleg vannak benne csomók, és az nem olyan finom, amikor egy összetömörödik az íze egy helyre, és akkor máshova nem jut. Miért pont erre a süteményre jutott a választás, amikor megtudtad, hogy ma sütni fogsz? Ezt szereti mindenki, eddig mindig sikere volt, úgyhogy ezzel nagyon nem lehet mellélőni, remélem. De egyébként mi szerint süt süteményt, hogy most... Jönnek vendégek, a barátnőm ezt szereti, a rokonok azt, vagy ehhez van kedvem? Igazából mostanában már úgy is, hogy utána nézek, hogy például egy húsvéti ünnepkor mi szokás, hogy a hagyományokból. Igen, de nagyon sokszor csak, hogy mi van itthon, esetleg, hogyha már kezd barnulni a banán, akkor abból még egy süteményt össze lehet dobni. Mondjuk esetleg egy húsvéti kalács, akkor az nem gond? Kalácssal még nem próbálkoztam, de például idén húsvétkor a citromtortát készítettünk, és sikere volt. És annak van valami köze a citromtortának a húshoz? Igen, egy igazából talált egy kifejezetten egy ilyen húsvéti receptes füzetbe találtam ezt a receptet, és akkor... Ezt nem is hallottam még. A cukrozott kakaó, és akkor ezt is így bele kell keverni. Igen. Te nem vagy gépesített, mint édesanyád? Annyira nem. És akkor már is összekeverjük. A recept írt tejet? Tejet nem írt a recept, de egy cseppet rakok bele, mert szerintem attól válik ilyen lágyabbá a tészta. És ez minden esetben jó? Én úgy vettem észre, hogy igen. Például a almás süteménybe szoktam különösen, az nagyon feldobja. Puha lesz, és nem lesz olyan tömör a tészta. Úgy beöntjük. És akkor utána mehet is majd a tepsibe a sütőpapír. És abba a kis gombócokba belerakjuk. És ez gyorsan megsüt? Gyorsan, igen, egy 10 perc alatt. És ez magas hőfokon vagy alacsony hőfokon? 200 fokon, úgyhogy viszonylag igen magas hőfokon. Ebből hogy fogunk gombócot formálni, gyurmázni, ahogy mondtad? Hát annyira nem gyurmázni fogunk, inkább kanállal, aztán az ujjunkkal lesimítjuk a... Megszabad ugye postan. Persze. Így ilyen gombócot? Aha, tökéletes, igen. Ekkora? Egy kicsit nagyobbat. Mi lenne, ha egy kést is hoznál, és akkor azzal így le tudnád? Ez csak így egy ötlet. Köszönöm. Mert akkor... És akkor egy pompát, aztán meg könnyebb, mint csak. És csak? Itt adok ekkorákat, vagy mekkorákat? De ezek szerintem azért ilyen... Miután tallér a neve, gondolom, ilyen tallérkormájú kéne, hogy legyen. Hát úgyis kilapul majd a tőben, úgyhogy. Tehát azért kell bizonyos távolság. Igen. De és akkor körülbelül ugyanakkorák legyenek, még lehet, hogy a még kicsi az még lehet hozzárakni, és akkor... Jó. Sárgarépa leves. Készült a leves. Nagymamám tájában. Jó étvágyat lehet szedni. Thank you.
állatoktól nagyot nyelünk, kötényt fel és izzítjuk a lángot. Fakanál a jobb kezünkben sok száz recept, a fejünkben is olyat főzünk, hogy a szádat tátott. Lehet szakács, lehetsz vendég, taníts vagy ízlej, ez a srác a humor embere, így most is néha viccel, kés meg villa a két kézben.